vérbeli divák a színpadon, Fésűs Nelly, Détár Enikő, Ladinek Judit. A három szexis színésznő igen látványos előadással hangolódott a karácsonyra paksi közönségével. A dögös bombázók a színfalak mögött is harmonikus kapcsolatot alkotnak már több évtizede. Mi annak idején a Moulin Rouge-ban mind a hárman egy akkor induló új showműsorban a divát alakítottuk, és így jött egy fellépés, egy lehetőség, hogy egyszerre mind a hármunkat meghívtak, és aztán innen az elnevezés, hogy divák. Tehát ezt tulajdonképpen nem mi találtuk ki, hanem az élet ragasztotta ránk, és mivel hogy 20 éve ilyen fantasztikusan működünk így együtt három nő, az szerintem azért ez tényleg nem csak egy marketing sablon, de ez szerintem tényleg ritka a mai világban. Ajándék. Igen. Ez ajándék. Szerintem a színpadon képesek vagyunk ezt hozni. A civil életben azért igenis vagyunk háziasszonyok, a mencsokkal anyukák is. Vannak kutyáink, macskáink, gyerekeink, rokonaink. Még egy fontos dolgot szerettem volna elmondani, hogy mi hárman így kapaszkodunk egymásba, és annyi minden történt, annyi mindenki cserélődött ki a környezetünkben az utóbbi 20 évben, és mentek, mi együtt mi hárman így vagyunk egymásnak. És ez fantasztikus dolog. Néha azért könnyre fakadunk, amikor így egy-egy olyan pillanat történik a színpadon, ami megérint minket. Meg csak így összenézünk, és igen, tudjuk. És azt is tudjuk, szinte mindannyiunknak volt olyan állapota, amikor az öltözőben még nem volt színpadképes. És tényleg így megfogtuk egymás kezét, vagy így ölelés, vagy tudom én, ha csak magamról beszélek, akkor most itt senkit nem adok ki mást. És tényleg volt olyan, hogy megszorított, vagy poénkodott valamelyik csaj, és akkor az összeszorult torok az egyszer csak ki megszűnt ért létezni. Mindenkinek megvan a maga élete, tehát nekünk nem ez a fő csapásvonalunk. Mindenki dolgozik színházban, hál' Istennek mindhárman sikeresek vagyunk színházban is, és ezt azért csináljuk, mert szeretjük. És nem azért, mert muszáj. És mindig egy ilyen, mindig ajándék nekünk az, amikor végre így hárman tudunk együtt, igen, lenni. Nehéz minket egyeztetni különben. Mert nagyon sokat, úgy, tényleg nagyon sokat dolgozunk színházakban, és amikor, igen, így hárman együtt tudunk lenni, az olyan végre együtt. És a másik nagy dolog, hogy kompromisszumképesek vagyunk. És a dívának, a díva értelemben, a dívát a jó értelemben kell érteni, hogy nem ragaszkodik mindenki a saját, hogy akkor most kiáll középen. Nem akarjuk leuralni egymást. Kinek a leghosszabb a tartott hangja, kinek van a legtöbb szólószáma, hanem együtt tudunk működni. Igen, kinek a leghosszabb a haja, és kinek a legrövidebb a szoknyája. Szóval nagyon jó a kohézió. Jó, konspirálom. Mindhárman szeretnénk mindenkinek áldott, békés, gyönyörű karácsonyt. És boldog új évet. És nagyon jó egészséget kívánunk.